Halászi Aladár Szabolcs községben született, Tiszaújvárosban élő középiskolai tanár. Alkotásaiért 2000-ben Nívó díjat kapott, 2015-ben a Jós András Múzeum önzetlen adományozó díját vehette át, idén pedig a Magyar Kultúra lovagja lett. Eddig 9 könyve jelent meg, most 10-ként bemutatta a Pontként a mindenségben című verses kötetét. Láttam egy fényképen, amit a csillagászok vettek föl a Szaturnusz gyűrűjétől a Földről. És hát egy olyan kis gombostű fejnyi volt ez a Föld, és így jött a címe annak a kötetnek, amit már tulajdonképpen megcsináltam, hogy Pontként a mindenségben. Hát volt egy gondolatom, hogy porszemként a mindenségben, de a porszemnek már van súlya, kiterjedése, a pontnak meg csak egy kiterjedés nélküli mértörni hely lévén se súlya, se terjedelme nincs. Ezzel az ember meg a Föld kicsinységét és a világ nagyságát akartam jelezni. Ez a kicsinség végigvonul az egész köteten, szomorúsággal, türelemmel és bölcsnyugalommal vegyítve, ráadásul nagyon változatos témákban megjelenve. Vannak benne olyan egyszerű versek, amelyek a gyerekek számára is élvezhetőek, de megjelenik az időskori szerelem is, így a kötet minden korosztálynak szól. A közel 80 verset tartalmazó kötet 4 év alatt készült el.